Köszöntök mindenkit, én Streki vagyok, és a mai napon egy újdonsággal jelentkezünk. Hearthstone-ozni fogunk. Mindenki ismeri ezt a kártyás játékot. Én ezt még annó hasonló módon játszottam élőben is kártyákkal. Természetesen nem ilyen kártyákkal és nem ilyen névvel, de hasonló volt. Tudni kell rólam, hogy nem vagyok nagy Hearthstone játékos, nincs is igazán múltam benne, tehát szerintem 20 alatt van az összes játszott meccsem. Még ismerkedő fázisban vagyok a játékkal, de mivel elég nagy népszerűségnek örvend ez a dolog, így úgy gondoltam, hogy kipróbálom és megnézzük, hogy milyen és hogy megy, bekészítve mellé a kávé, és egy jó kis kártyázásnak nézünk elébe. Na most sima casual meccset fogok menni, mert ugye lehet rankedet is, sima casual meccset fogok játszani benne. Azt mondom, hogy nézzük meg, hogy milyen is ez a játék. Casual. Hát, mint láthatjátok, rankeden is játszottam kb. 6-ot, és így állok, ez így nagyon rossz. Hát, de nem tudok mit csinálni vele. És van már egy ilyen custom priest paklim is, amit én megpróbáltam így net alapján összeállítani, nem tudom, hogy milyen. Igazából nem tudom megítélni, hogy jó vagy rossz, na mindegy, még nem vagyok jó benne. De a mage az, ami bejön nekem egyenlőre eléggé. De azt mondom, hogy vágjunk bele, keresünk ellenfelet. Na most előre leszünkezem, nem röhögni rajtam. Tényleg nem vagyok egy extra, nem vagyok egy nagy eresztés ebben a játékban, így ne röhögjetek ki, hogyha kikapok, mert kifogok. De azért úgy próbálgatok majd okosan játszani. Paladin ellen játszunk. Wow. Ezt ki is dobjuk először. Ez túl sok mana. Meg ezt is kidobjuk. Nem tudom, hogy ez jó-e. De most lehet majd kommentbe belekötni, hogy mi a nem jó. Oh yeah. Kaptunk coint, és én jövök talán? Yeah. Akkor ezt el is használjuk. Így. És ezt kirakjuk. Jézusom, na látjátok, ezért nem vagyok játékos. Most esik le, hogy amúgy minionoknak oszt csebzést, és kiraktam. Na, mindegy. Na látjátok, ezért. Most már röhögtek, ugye? Na jó, mert én is magamba, de nem merem feladni az imidzsemet. Például nem nagyon ismerem a kasztok sajátosságait, csak így a extra bónusz képességet, hogy például ez a, aki én vagyok, az tud dimzselni, meg ugye van priest az healelni, ilyenek, tehát nem vagyok mondom egy nagy pro. Így. De eddig vezetünk. Ami nem rossz hír. Ugye nagyon World of Warcraft stílus, nem is, nagyon Blizzard stílusú a dolog. Ugye például ezek az interaktív pályaelemek, mint a katapult, amit ki lehet lőni, meg ugye a leereszthető cucc, mozgó dolgok. Nagyon interaktív dolog egyébként, nagyon, és kreatív is. Bocs, ezt nem tudom kihagyni. Erre mit lépsz? Na! Megérte kijátszani ezt a kártyát, basszus. Mi jövünk? Én őt kirakom. És jöhet is. Ha esetleg valami személyes lennetek, vagy játszottok a játékkal, akkor írjátok meg. És esetleg valaki mondjuk jól is küldi, az írjon nekem, vagy vegyem föl Streki néven játszik, és akkor nyomhatjuk együtt is. Ez például olyan játék, amit majd lehet együtt játszani velem a későbbiekben. Na. Én kirakom őt. És enter. Ezeket a sípes kártyákat ugye egy ellenséges kártyát átváltoztat egy 1/1-es bárányra, azt nem akarom még most ellökni. Őszintén meg ezt kitesszük. Prima. És van még egy 6. Őt is kitesszük. És
sőt, meg is támadjuk. Tökéletes. Szerintem ezt be tudjuk húzni, hogyha ügyesek vagyunk. Ezt talán meg tudjuk nyerni. Nagyon sok a tauntja. Ugye a taunt, amit itt láthatok, én magyarázok nektek, holott valószínűleg sokkal jobban értetek hozzá, mint én. Ugye a taunt az egy olyan lap, amit muszáj meg... Tehát nem tudsz mást ütni az helyett. Tehát az első, amit meg kell támadnod. Hú, ez de jó volt! Az első mozdulatom a játékban, ami jó. Nem bízhatjuk el magunkat, mint a legvégső esetben is tönkre lehet minket verni. De jó, hogy van még egy ilyen sípes tudszunk, azt a picsa. Azt a tauntot is át tudjuk alakítani barivá. Wow. What's happening? Useless. Az anyád! Csicska! Én jövök! Megy a Bari! Egyszer a tauntra! Megy ő! Megy ő! Támad ő! De, valamiben nem tudok még? Ja de, na! Megy ő! És end turn! Jó, ezt be fogjuk húzni szerintem! Most már ezt nem tudjuk nagyon elrontani, ha minden jól megy. Bassza meg. Nem be, ezt leütjük majd. Az anyád! De miért azt üti? Nincs is tauntom len. Most így nyertem. Miért ezeket ütötte? Aha! Na, várjál! Így? Gondolkodjunk csak! Aha! Hűha! Akkor ennyi! Az a tauntok, ezek nagyon szivatós dolgok ám. És az is taunt, basszus. Ugye a taunt a neve, lehet, hogy, hogy hülyeséget beszélek. Nem taunt, ja. Ajjaj. Nem bajom, hogy most már szerintem mindenféleképp nyerünk, mert ugye a különleges képességemmel meg tudom őt ütni mindenféleképp, ha jól tudom. Azt hiszem. Ja. De ez is jó, azt ki is játsszuk rögtön. Így. Ezt is kijátsszuk. Ezt is kiteszem. De nyertünk. Szuper! Wow, nem is égtem be elsőre. Victory. Na, mert 7-es szintű az a cuccos. 40 gold, ami nem tudom mire jó, de na, elsőre nem is égtünk be, mit szóltok? Nyomunk egy rankeret? Nyomunk egy rankeret. Elsőre nem is volt olyan égő, bár nagyon noob volt az ellenfél, mert szerintem még az én szintemen is annak tűnt. Van egy jó haverom, hívjuk csak Bélának, hát nem tényleg ez a neve amúgy, már rögjetek. Na tehát, bocs, tehát hogy ő ezt küldi ám, és vele egyszer játszottam, na hát ott Momentum se volt, bár én nekem akkor volt a harmadik meccsem összesen, most se lenne, teszem azt, ő hozzám képest nagyon jól küldi ám. Tehát... Na majd belejövök, ezt kivesszük, mert még nagyon sok van így az elén. Na, így kaptunk egy még egy ennyit, kurva jó. De ez az megint mi kezdünk, ez így viszont jó, meg ki tudom tenni a rabit. Na. Your turn. Go Peach. Thank you. Így. Megy a raptor, and turn. Jó. Nagyon jó amúgy a ranked rendszere, mert súlyosan visszaesni nem tudsz, mint például a League of Legends-ben van ilyen, hogy rossz szériából nagyon sokat tudsz veszíteni, és ez nem feltétlen jó, mert szerintem a
Hearthstone-nak ilyen szempontból jobb a játékos megtartó képessége, ha valaki ezt szereti. Így, szuper. Akkor ilyen szempontból ez jó, mert ugye itt így, ilyen 24-esen vagyunk, ez a Goblin, vagy nem tudom mi a faszom ez. És ugye ebből mehetünk, tehát kettesével kell nyerni, hogyha kettőt nyersz, akkor egyet föntebb lépsz, talán nem értek hozzá, hogyha hülyeséget beszélek, sorry, nem vagyok tényleg nagy játékos, de hogy ugye marha jó, mert nem tudsz visszaesni nagyon sokat, és az így, ez jó hatása van az emberekre. Ezt ki is dobjuk. Támadunk is. Egyet. And turn. Hát lehet, hogy ő meg fog lepni a végére, de eddig ő sem egy nagy eresztés. Addig így játszok mindig a pályelemekkel. Wow, kaptunk egy kockát. Hú, az nice. Van ilyen nekem is, pöcs. Ki is rakom mindjárt. Szeretem a tauntokat egyébként. Stratégiailag nagyon jó lapok számomra. És ezt most úgy mondom, mint egy beginner, hogy tényleg egyébként marha érzetes játék, tehát nagyon kreatív, egy egészen másfajta gondolkodásmódot igényel, mint bármely más játék, így nagyon jó tud lenni, tehát hogyha valaki bukik, anyád, de jó, bukik ezekre, azt a kurvát, ez jobb játék, mint ez. Ha valaki bukik ezekre, akkor mindenféleképp ajánlom neki. Így. And turn. Ki kéne játszanunk ezt a Fireball lapot, ami 6 damage-et oszt, mert az elég barátságos lesz, és szerintem a következő 6 manánk lesz, ezt ki is fogjuk rakni egyébként. Bizony. Ez what? Aha, értem. Ezt ki is pakoljuk. Így. Illetve egyet ezzel is. Már is 6 életerőre csökkent a enemy. A mi 27-ünkkel szemben, ami nem feltétlen jelenti azt, hogy már nyertünk, ugyanis neki 2 lapja lent van, ez nagyon jelentő lenni, nekem jelenleg nincs. És a következőben 7 manám lesz, ami azt jelenti, hogy ki fogok rakni egy ilyen oázis. Na ez a baj, látjátok, nagyon sok lapja van lenni, így a következő körben nagyon sokkal fogja tudni megtámadni egy taunt hiányában az én fő karakteremet, ugye ezt a Ashe-kopit. Látjátok, már is 4, megint 4. Ez így azért már együtt egy 8-as. Azért lazán megérzi az ember. Hát ez húzósabb lesz a végére, mint az előző, feltételezem. Ez a baj. És látjátok, most le is megyek kb. 6-ra. 9. 9-re. Ez nem tesz jót az egészségnek. Na várjál, kettőt támad. Ajjaj, bassza meg. Be kell áldozni ezt így. Ezek a tauntok nagyon nagy védelmet adnak, és most már ő vezet, és ezt meg is fogja nyerni egyébként valószínűleg. Azon a szintű életerőn állunk, és neki sokkal több lapja van lent, és meg is nyerte. Well played! Hát igen, na, látjátok ezért, tehát hogy azért, hogyha rankedre elindul az ember, oda már azért jobban kell tudni játszani, mint ahogy én teszem. Na igen, tehát itt láthatj, gnóm, ugye itt láthatjátok, hogy Leaper gnóm 24, azt hiszem 25-ről indul. Tehát én már egy rankot előre léptem, és akkor, hogyha megvan a 2 csillag, akkor azt hiszem tovább lesz 23-ra. De vissza talán nem esesz, csak hogy itt van ugye, you can't lose stars at this rank. Tehát, hogy itt még nem veszítesz csillagot, gondolom, feltételezem, hogy akkor egy magasabb rankon, tehát 10 körül ott már szerintem igen, de aztán nem értek ennyire hozzá. A lényeg az, hogy így működik a ranked rendszere, ami nagyon jó. Ez volt a Hearthstone, én Streki voltam, remélem tetszett nektek, hogyha tetszett,
akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot. Ha szeretnétek még Hearthstone videót, akkor írjátok meg kommentben, nagyon szívesen. Ugyanis én szeretem, élvezem, bár ritkán játszok vele időhiányában, de élvezem ezt a játékot, és akkor néha szívesen elétek tárnám, hogy hogy bénázok benne. Ha még nem tetted és megtenned és támogatnál, iratkozz fel, kérlek. És így zárójelben megjegyzem, hogy egy pár napja elérhető a Streki YouTube csatorna Twitteren is, hogy esetleg valakinek van, akkor az követhet ott is. A csatorna fejlécén utolsó kis gombnál megtaláljátok a kis madárkát, a Twitter ikont, és ott az elkalózol a Twitter oldalra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én Streki voltam. Hétfőn következik egy jó kis hétindító, ami gokárttal kapcsolatos lesz, ugyanis megkezdődik holnap, ma szombat van, amikor ezt forgatom, holnap megkezdődik a gokárt szezon, és így arról fogok egy ilyen kis helyzetjelentős riportot csinálni hétfőre. Remélem élvezni fogjátok, illetve hogy én is. Köszönöm szépen a figyelmet, én Streki voltam, nektek további szép napot, sziasztok! Here we go. We'll be right back.